Sziasztok, kedves GameStar TV nézők! A gépösszerakási sorozatunknak újabb részéhez érkeztünk el, amikor már konkrétan a gépházzal, illetve a gépházhoz közvetlenül érintkező alkatrészekkel fogunk foglalkozni. Egészen konkrétan a két és félszoros SSD-t fogjuk beszerelni, ami ugye SATA csatlakozó van ellátva. A Cooler Half házunkhoz kaptunk ilyen jó kis sineket, amiknek az az előnye, hogy az égatta világon egy darab csavart nem kell ahhoz használnunk, hogy behelyezzük a gépbe az eszközt. Majd utána elég, hogyha bekötjük, nem tudom, mennyire látszik a videóban, meglehetősen jól. Oldalt így rápatintottuk, illetve ez a helyzet, nem patintottuk rá, mert épp csak tartja, de ez pont elég ahhoz, hogy itt az oldal található kis rekeszbe betoljuk, amíg így be is pattant, majd itt könnyedén hozzá tudunk férni a csatlakozókhoz, és be tudjuk tenni. szerint oda ezt a hagyományos 3,5 szoros méretű Western Digital tehát nem tudjuk betenni, mivel nagyobb a mérete. De egy hasonló kerület bepatintottuk, ezt már a videó alatt megcsináltuk, mert ez egy picit hosszabb folyamat, illetve az itt látható gumírozott kerettel ellátott csavarok nem mindig úgy akarnak bepattanni, ahogy azt mi elképzeljük, ezért ezt már megcsináltuk nektek előre, de ebben sincs semmi extra. Amennyiben szeretnénk, itt oldalt még egyet -egy csavarral megfoghatjuk, a Winchester, de teljesen fölösleges, ugyanis ez az egész egy kis fiók, aki még emlékszik a 2000-es évek első felében rendkívül népszerű mobilrekkekre. Nagyjából ez is úgy működik, viszont ennek haszna is van. Ugyanis uh, egészen egyszer most egy picit nem látjátok a Winchester, de átjövök a túloldalra, és itt megmutatom elő. Ezt majd Endre mutatja, hogy nektek vannak ilyen kis fiókok. Egy ugyanilyen van a kezembe, ebbe pattintottuk bele ezt a 35 feles Winchester-t is, de ezt a fiókot mi üresen hagyjuk, ugyanis összvisz egy darab ilyet teszünk bele. Így be is toltuk. Ami ugye ebben az az extra, hogy a hátul lévő csatlakozókat itt egy erre felkészített nyomtatott áramköri lap amire nekünk kell rákötnünk a SATA csatlakozót, ami majd az alaplapra fogja közvetíteni az információkat a winchester illetve fordítva is. Éppen ez egy sokkal egyszerű magas szerelés, és nem kell itt mókolni a különböző kábelekkel. Úgyhogy annyi történik, hogy betoljuk ezt a fiókba. De is kész is. Innen a már csak ezt a, ezt a hátsó ö, interfészt kell hozzákötnünk az alaplaphoz, és meg is van a kapcsolat a Winchester, illetve az alaplap között is. Ö, még beszélünk egy kicsit a tápról, arra nem, nem különösebben nem tértünk ki. Ezt már előre beszereltük, mivel ez is egy ö, érdekes procedúra volt, de valahogy megoldottuk, mert tényleg ez egy elég extravagáns elrendezésű ház. Ide beraktuk már a, a tápot itt hátul lesz szabad hely a kábeleknek össze-vissza vászorogni, amire nekünk most első körre biztosan szükségünk lesz, az ez a 24 pines ATX, ATX kábel, a PC Express kábel ugye egy 6 pines, illetve 8 pines szükséges a, a GTX 780-as videókártyához, kell egy darab SATA kábel, hogy az, elő, az előlapunk cserélhető Winchesterekhez, Winchesterek kapjon áramot, illetve kell egy másik satakábel, ami pedig az SSD-hez fog elfutni. Mivel nekünk nem moduláris tápunk van, így nem tudjuk a nem használatos kábeleket sehova, vagy nem tudjuk lehúzni, ezért valahol itt hátul el kell helyeznünk egy kábel kötözővel. Ez ugye egy komoly hátrány a nem moduláris tápunknak, de ezt is megoldjuk, mivel az itt bőven van hely. További kábelek még a háznál, azok a teljesen megszokott interfészek. Ez ugye egy USB 3 csatlakozó, ami az előlapon USB-khez szükséges. Ez a előlapi hangkivezetés, ez a Power LED, ugye, ami a bekapcsolás indi, bekapcsolást indikálja, ez a, a bekapcsológomb, bekapcsoló gomb, végezetül ez a Restart gomb, gyakorlatilag csak az van rajta, ami, ami szükséges, ami minden más házban is megtalálható. Illetve, ezt majd szintén Endre megmutatja nektek, hogy itt van erről két darab 120 mm-es ventilátor. Ez azért kell, hogy előről be, beszívja a hideg levegőt a ház belsejébe. Ehhez van egy ilyen csatlakozós, egy molesz tápcsatlakozónk, de hogyha az alapapunkon van megfelelő mennyiségű hűtőcsatlakozó, akkor arra is közvetlenül rá tudjuk kötni. Ez azért jó, mert így a számítógép tudja vezérelni a, fordulat, a ventilátorok fordulatszámát, vagyis, hogyha éppen nincsen túlmelegedés veszély, le tudja venni 2-300 fordulat per percre is a ventilátorok sebességét, így nyilván radikálisan halkabb lesz az egész eszköz.